Lakossági fórum várta az érdeklődőket Dombóváron, ahol Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője beszélgetett Varga Judit igazságügyi miniszterrel. Központi témaként azokról a kormányzati eredményekről esett szó, amelyek nem csak Tolna megye, hanem egész Magyarország fejlődését lehetővé tették. Varga Judit azt mondta, örömteli látni, hogy az országjárás lakossági fórumain egyre többen vesznek részt. Fantasztikus élmény azt látni, hogy hogyan épül és szépül az országunk, hogyan valósulnak meg a fejlesztések, legyenek akár kicsi falvak vagy nagyvárosok, úgyhogy ez egy nagyon hálás feladat, és természetesen általában a helyi képviselőjelölt segítségével egy ilyen interjú keretében szoktunk beszélgetni a polgárokkal. Az orosz-ukrán háború mellett nem lehet szó nélkül elmenni, mondta az igazságügyi tárca vezetője, aki kitért arra is, hogy Magyarország humanitárius segítségnyújtás terén mindent megtesz annak érdekében, hogy a nélkülözőket segítse. Történelmi méretű segélycsomagokat juttattunk el Kárpátaljára és Ukrajnába, illetve bárki, aki Ukrajnából menekül, az Magyarországon segítséget kap, segítséget talál, legyen az akár a menedékkéremek benyújtása, vagy akár csak anyagi vagy egyéb szállásbeli segítségnyújtás. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy az április 3-ai választások tétje az lesz, Magyarországon folytatódnak-e az elmúlt években megkezdett népjóléti intézkedések. Fontos kérdésekről döntünk, ezért mindenkire szükség van, tehát kérek mindenkit, hogy menjenek el, vegyünk részt a szavazáson, vegyünk részt az országgyűlési választásokon, és természetesen azért, hogy az eredményeinket meg tudjuk őrizni, és ne hátra menjünk, hanem előre, ezért a Fidesz-KDNP-t válasszák, szavazzanak a Fidesz-KDNP-re, és támogassák azt a nemzet egyesítő munkát, amit az elmúlt években, az elmúlt 12 évben végeztünk. Potápi Árpád János azt hangsúlyozta, fontos, hogy április 3-án minél többen elmenjenek voksolni.